Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Marvel Tória csatorna, és a mai videóban megnézzük, miért is lesz, vagy már most miért fontos a szerepe a Deadpool és Rozsamák című filmnek. A videó spoilereket tartalmaz. Szóval sokan azt mondják, hogy a film nem hozott be semmi újdonságot, és nem vitte előre a szágát. Hát nézzük meg, hogy mi az az új dolog a multiverzummal kapcsolatban, amit azért mégis behozott, mert voltak előretekintő jelek. A TVA... Vannak olyanok, akik még mindig a régi rendszerhez hűek, tehát Kanghez, szóval ez mindenképp egy új dolog volt, hogy a TVA-n belül lesznek konfliktusok, ami, hát nem tudom, Slokit is lehet, hogy kritizálja, aki azért végül is valamilyen szinten, ugye a multiverzum istene, a történetek istene, és valamilyen szinten ő nézi a TVA-t, szóval ez még izgalmas lehet. A TVA jelen van minden egyes világban. Az nem volt tiszta, hogy a TVA a szentidő síkon kívül mit is ért a multiverzum alatt, hanem ugye ilyen leágazásokat értettünk eddig talán, tehát például eldeformálódik egy világ és máshogy alakul ott a dolog. Most úgy néz ki, hogy a teljesen különféle multiverzumokat is beleveszi, és a nagy egészhez viszi, tehát például az X-Men világ is a multiverzum része, jó, mondjuk ez nyilvánvaló volt, de a 616-os föld, a nagy szent idősík, ez itt fixálva lett, tehát ez tök jó. A Void tényleg elképesztően nagy, ez fontos, mert a Voidról nem tudtunk meg bár sokkal többet, de megtudtuk, hogy például ugye ott volt egy Cassandrával való hát, szerződéskötés, amint végül most már teljesen mindegy, mert Cassandra meghalt. Megtudtuk, hogy gyakorlatilag csak úgy leküldenek elképesztően nagy karaktereket, akiket eddig nem gondoltunk volna, és tárgyakat is, tehát azért rengeteg tárgy van ott, illetve Eliott is. Hát minden megeszem, amit lehet. Szóval a Void az üdítő élmény volt, majd meglátjuk, mi lesz ebből. A horgony lény multiverzumi elképzelés is be lett hozva, ami ahogy megyünk egyre jobban a filmtől távolabb, tehát a premiértől, és lassan már harmadjára nézem meg a filmet, úgy tűnik egyre bugyutábbnak az egész, mert most mondom, mi van, és akkor ezzel az utolsó dolgot is kimondom, hogy a Deadpool kiválasztása az egy előre vetítő dolog volt, mert hogy Deadpoolt kiválasztották, amivel a Prime Avengers-t vetítik elő, de Paradox úgy néz ki, hogy ő nem várt addig, amíg az univerzumon meghal, hanem lenyesi, és most vette ki Deadpoolt, viszont miután Deadpool megoldott ezt a horgonylényes koncepciót, nem hal meg az univerzuma, hanem megy előre töretlenül, de mégis fontos lesz még Deadpool a jövőben, szóval itt most van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdés, amit nem tudom, hogy a Marvel is meg tud-e válaszolni, és ez nem egy ilyen baki. Nem is akarok belemenni konteókba, mert konkrétan most tényleg nincs konteóm, nem tudok most belemenni, most jelen pillanatban nem értem, mi a helyzet. Általában azért tudtam magamnak válaszokat adni, és akkor létrehoztam kisebb-nagyobb sikerrel egy teóriát, de most tényleg nem tudom, hogy itt mi a terv, és főleg az RDJ-s bejelentés kavart be, hogy most biztos, hogy tudják, hogy mi a helyzet, vagy nem. Szóval egyelőre várok. Az biztos, hogy Deadpoolnak van valami a jövőjében, mert mondták nekik, hogy vissza fognak térni, illetve Thor Mérsírt, ezt majd később. Válaszokat kell kapnunk, mert kicsit nagy a zavar. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna a videó, pénteken megnézzük, vagy pontosabban próbálom majd megtippelni, hogy mi lesz a D23-on, aztán D23 bejelentések, és folytatjuk az a továbbiakat. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!